Az E csoport második helyén zárták ezt a napot, és az E4 kategória második helyén végeztek. Ez utóbbi második helyen jár nekik egy serleg. Gratulálunk, azt hiszem, hogy ők is megérdemelnek egy tapsot. Milyen vezetni egy ilyen legendás autót, ilyen legendás Salgótarján környéki pályákon? A nagyszerű egyébként, a pályák azok fantasztikusak voltak. De erről az autóról azt tudni kell, hogy ez nem az a lóerőgyár, mint amiket az Audi Coupé Quattro-ról, hogyha szó van, akkor azt tudni kell, hogy ez 140 lóerő pillanatilag ez az autó. Gyönyörű, keresztbe nem lehet vele menni. Úgyhogy ha nagyon szűkek a részek, akkor majdnem tolatni kell vele. De egyébként rendkívül megbízható, borzasztó erős felépítésű, nagyon erős a futómű, úgyhogy azt kell mondjam, hogy olajszint ellenőrzésen kívül más nem csináltunk rajta. Mennyire éreztétek jól magatokat a versenyen, a járműben? Hát szeretném is megköszönni egyébként a rendezőségnek, mert azt kell, hogy mondjam, hogy kitűnő volt az egész nap, a hangulat is jó volt, igazából nem kellett várnunk sehol. Gördülékenyen ment, nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat. Volt már itt önök is. Tóth István és Lugner Viktor jön egy Skodával, hogyha az Audi Quattro-ra azt mondtam, hogy legendás autó, akkor szerintem a 120-as Skoda is mindenképpen megérdemli ezt a titulust. Ők a C csoport első helyén zárták ezt a versenyt, és a C1-es kategória első helyén, tehát bajnokokat köszöntünk itt a...